Sziasztok! Itt vagyunk az IFÁN az Acernél, és ez pedig az új játék kézi konzolja az Acernek. A szokásos receptre építkezik, amit ugye mostanában ebben az X86-os konzol vonalban már megszokhattunk. Egy 7-szolos, Full HD felbontású IPS panelt kapunk, a kontrollereknél megszokott gombok, joyok állnak rendelkezésre, triggerrel és minden egyébbel, ami kell. A hátoldalon két elég nagyméretű hangszórót találunk, itt pedig folyamatosan érezzük, ahogy a szellőzés dolgozik, a hűtés dolgozik azon, hogy a hidegen tartsa a processzor. Ebben ugyanis egy Ryzen 7 8840 HS van, ami ugye van ebből a Hawkpointból U-széria is, ez nem az, ez egy teljes értékű, nem csökkentett fogyasztású változat, úgyhogy az üzemidőre majd kíváncsiak leszünk, egy 50 wattórás akkumulátor az, ami ezt az egész szerkezetet ellátja energiával. Úgyhogy igazából az Acer-en múlik az, hogy konfigurálta a különböző profilokat. Kapunk két darab Type-C portot, az egyik itt fönt van, a másik itt lent van. Látható, hogy van még egy fülhallgató, illetve headset, ki és bemenet, és egy microSD kártyaolvasó, amivel a memóriát, a háttértárat tudjuk bővíteni. 16 GB RAM áll egyébként rendelkezésre, és egy terás háttértár, de azt hiszem 2 TB-ra is bővíthető. Ezt majd megkérdezem bent a szakértőket. A kijelző a szépen mozog, és ez a játék itt ezekkel a bejtosokkal folyamatosan is működik. Itt gyorsan elő is tudjuk hívni a fontosabb specifikációkat. Igen, akkor jól emlékeztem, tehát lehet kérni 2 TB-os kivitelben is ezt, illetve a Type-C portok USB 4 kompatibilisek, úgyhogy 40 gigabites átvitelre képesek. Itt vagyunk az Acer stand egyik nagyon érdekes részénél, ez a Predator Project Dual Play nevű gamer notebook, ami ugye egy ilyen kicsit felcsicsázott gamer gépnek tűnik, de a fő attrakciója, ami a Dual Play nevet is kapta, az itt a tapipados részen található. Ha megérintjük ezt a eject gombokat gyakorlatilag, akkor egyrészt kijön 2 hangszóró az oldalából, másrészt kézbe vehetünk, ugye a tapipadnak gyakorlatilag a hátoldalán kapunk egy ilyen kontrollert, és ezzel a kontrollerrel tudjuk a játékot vezérelni, irányítani, természetesen távolról is. Itt van egy ilyen szép kis grafikás rész, és ami még érdekes ezen a kontrolleren, hogy az oldalai levehetőek, ugye a másik oldal is ugyanígy, mint ez, és egy külön, akár Type-C-n keresztül is tölthető, kis vezérlőt kapunk, amivel 2 játékos is játszhat akár ilyen multiplayer játékokat. Hogy így pontosan mi lesz ennek a projektnek a sorsa, hogy ez már véglegese, vagy fejlesztenek-e még rajta valamit, vagy kitálnak még valami plusz ötletet, az, hogy egyelőre nem tudni, hát nem vetlen projekt, de valószínűleg még fognak ezen valamennyit dolgozni, mielőtt ebből végleges termék lesz. Például, amit hozzátennénk, jó lenne, hogyha ezeket a hangszórókat motorosan behúzná. Az Acer új gamer notebookai közül, ugye a Nitro V az alapvetően a belépő szintre pozícionált sorozat, 2 újdonságunk van, az egyik a V14, amiben az érdekesség többek között ez a fehér szín, ugye ez a Nitronál nem nagyon fordult eddig elő, hogy fehér lett volna a notebook, ez most egy ilyen egyedi fehér szín kapott, de azért Nitro, ugye átoldalán is látszik a Nitros szellőzőrács. Amit a specifikációkról érdemes tudni, ez a V14, ez tényleg egy belépő szintű gép. Egyrészt nem is annyira processzorilag, ez egy Ryzen 7 8845 HS, ami maximum kérhető bele, viszont a grafika esetén a GeForce RTX 4050-nél fut ki a lista, amivel felszerelhető. Ugyanakkor 32 GB RAM és 2 TB-os háttértár kerülhet bele, és a kijelző is egy 2560x1600-as felbontású panel, ami 100%-os SRGB-t ad. Úgyhogy ez egyfajta jól hordozható, univerzális gép lehet, kis képszerkesztés, kis játék. A másik újdonság, a nagyobbik, az a V16, ez Inteles, Core i7 14650 HX-el is kérhető, és nagyobb grafika is elfér benne. Ugyanúgy 32 GB RAM kerül bele, és 2 TB-os SSD-vel is felszerelhető. Ez azért már jobban játékra fókuszált,
Ugye a kinézetéből is látszik, súlyából is érezhető, de egyébként azért ez is még alapvetően a belépő szintre van pozícionálva. A kijelzője ugyanazt tudja, mint kisebbik testvérének, úgyhogy ha valaki úgy érzi, akkor természetesen ezen is lehet dolgozni, és még egy kis grafikai szerkesztés is belefér a tudásába.